Idilli kép az öreg tónál, egy kislány eteti a kacsákat a partról, mint a vizes élőhelyek többségén, úgy Tatán is gazdag a madárvilág. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület tapasztalatai szerint az emberek viszont nincsenek tudatában annak, hogy a vízimadarak etetése felesleges, különösen nyáron, amikor korlátlanul találnának maguknak táplálékot. Egyre inkább megszokottá válik, és egyre inkább váltja ki az emberek részéről az, hogy karitatív módon maguk is segítik a természetet, pedig sajnos pont az ellenkezőjéről van szó. Tehát a nyári madáretetés az nem csak hogy felesleges madarak életében, hanem egyenesen káros is lehet a számukra. Ezekkel az etető anyagokkal történő etetés az meglehetősen egységú táplálkozást nyújt a madaraknak. Ez egy idő után meg is betegítheti őket, és egyébként elvonuló madarak körében igazából ezt a vonulási szokásukat befolyásolja károsan, és ezzel a helyhez kötöttséggel vagy szoktatással viszont kimarad az életükből ez a fajta elvonulás. Így aztán a madarak sokszor úgy is maradnak egy adott élőhelyen, ha épp nem kéne, ha pedig az etetés hirtelen abba marad, később abba bele is pusztulhatnak. Például akkor, ha a jeges vizeket nem hagyják el időben, az etetés pedig más veszélyforrást is hordoz, hiszen ilyenkor az állatok nagyobb tömegben gyűlnek össze, mint természetes körülmények között. Egyre több madarat vonzunk az adott helyhez, és ez a zsúfoltság, ez a madarak körében is, ugyanúgy, mint bennünk emberekben is, akár agressziót válthat ki, különböző betegségek gyorsabban terjedhetnek, tehát több szempontból is veszélyes. A legnépszerűbbek talán a hattyúk, a vadkacsák, a tőkésrécék, de lehetnek a sirályok is. Általában ezeket etetik az emberek kenyérrel, netán a parton rendszeresített etető anyagokkal. A vizes élőhelyeken vagyunk, ők sokkal egészségesebben táplálkoznak, ha nem etetjük őket. És így viszont egy kacsa családot, hogyha látunk, akkor a fiókák is gyakorlatilag azt látják, hogy a szüleik itt táplálkoznak, itt kell maradni. Ez már az egészséges életösztönüket fogja alább szorítani. Ezeknek az állatoknak az etetésével tehát olyan visszafordíthatatlan folyamatot indítunk el, ami akár az életükbe is kerülhet. A különös keménységű fagyokat hozó 2016-17-es tél ebből kifolyólag vezetett tömeges madár elhulláshoz. A madár és természetvédelmi szervezetek világszerte küzdenek a vízimadarak etetése ellen.